Jó estét kívánok, hétfő van, sajtóklub van, itt van már a stúdióban mindenki, Bencsik, Szentesi Zöldi Hút, meg a Zsolti, szervusztok. Szervusz. Tele vagyunk izgalmasabbnál izgalmasabb politikai ügyekkel, mindjárt rá is térünk, de azért fussunk már egy kör, gyerekek. Tegnap 2-1-re megvertük Horvátországot. És azt kell mondjam, hogy a világbajnoki ezüstérmest 1-0-ról fordítva 2-1-re megnyerni, hát így már régen éreztem magam. Tehát utoljára, mikor a portugálokkal 3-3-at sikerült játszani. Nézte mindenki? Néztem, ez csodálatos érzés volt. Igen, ez, amilyen szörnyű volt a szlovákoktól, egy igyekvő csapat bukott el, ez olyan lelkesítő volt, és így most abszolút nyitott minden. Ezzel a lelkesedéssel, ambícióval egészen sokra viheti a csapat. Úgyhogy hajrá, magyarok! Laci. A 3 millió nyomorult ember országában másképp nem is történhetne az esetek kommentálása, mint olyan módon, amit olvastam a kommentek között, hogy volt, aki azt írta, hogy ezt Orbán Viktornak eladták a horvátok, ezt a meccset. Az Orbán nyilván az emberén keresztül megszerezte a 3 pontot, busás fizetségét. Mások meg azt írták, hogy olyan szimpatikus ez a horvát csapat, el sem tudtam dönteni, kinek szurkol. Tehát vannak ilyen... Ezt hol olvastad? Ezek a kommentek, nem mondom meg annak a felületnek a kommentjét, ahol olvastam, de a lényeg, hogy vannak ilyen polgártársak. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ez egy világra szóló diadal, szószoros értelemben felkapja a fejét a világ, és szerintem ismét bebizonyosodik az, amit az Európa-bajnokságon megérezhetünk, hogy a labdarúgás nem magánügy, hanem közügy Magyarországon, és igenis, jobb volt ma reggel felkelni, jobb volt ma reggel munkába venni, és jó magyarnak lenni. Így van. Te meg tudom, hogy utálod a focit. Igen, tudom, hogy egyre szorul a nyakam körül a fogyatkozó levegő, de... Viszont megkövetem Pátkai csatárurat. Hát és középpályás. Igen. És a többi is. Köszönöm, mert ugye a kollégák azt írták róla a szlovák-magyar miatt, hogy utána, hogy az ilyenek miatt bukik a válogatott és alkalmatlan arra, hogy bármilyen diadalt arasson. És ehhez képest egyébként rajtam kívül a félszerkesztőség kint volt, és nagyon felelkesült cikkeket írtak, és nagyon jó dolgokat mondtak, úgyhogy áttételesen én is nagyon büszke vagyok a csapatra. És egy utolsó mondat még csak, hogy mennyire közügy, szóval a gyerekek azon túl, hogy tényleg én nem voltam kint sajnos, de a tévé előtt is sikoltoztunk feleségemmel, és az az érzés, amikor a meccs végén kiment a csapatod az ultrák elé, és ott 23 ezer ember elénekelte a magyar himnuszt, fú gyerekek, még most is borsózik a hátam. Na hát, ennyi a magyar foci. Amúgy te olvasod felületeken a kommenteket, ha jól emlékszem a HVG, aki nyilván porokat szedett, hogy megvertük a horvátokat, és nem tudtak semmi szörnyűséget írni. Tudjátok, mivel álltak elő? Hogy bezzeg a horvát elnökasszony az a lelátón ült, az Orbán meg a VIP szektorba. Ezt sikerült előkapardjuk. Ezúttal is gratulálunk. No. Akkor nézzük az első ügyet. Migrációs konferencia volt a hétvégén Budapesten, ami először feltűnt, hogy a nemzetközi sajtó valahogy nem kapta rá fel a fejét. Az a nemzetközi sajtó, amely amúgy, ha itthon megbotlik egy migráns és orra esik, akkor azonnal a New York Times-tól a fazig mindenki hosszú cikkeket ír a rémes állapotokról. Most, hogy itt volt a félvilág, Klaustól Sárközin át mondjuk Frank Fürediig, nem akármilyen emberek és potentátok vonultak fel ezen a konferencián, és mondták el a véleményüket. Ez a nemzetközi sajtóban, mintha nem is lett volna. De ettől még volt, és szerintem nagyon fontos is volt. És úgy bemelegítésképpen nézzünk meg egy rövid részletet a magyar miniszterelnök beszédéből. De valakinek jönni kell, mert most még egy darabig kitartunk, de ez nem mehet így az idők végezetéig. Egész egyszerűen, mert végesek az energiáink. Nekünk kell egy nagy ország, aki végre Nyugat-Európából ugyanazt mondja, amit mi. Ellenkező esetben hiába tartunk mi ki közép-európaiak, Európában vereséget fogunk szenvedni. 2015-től máig eltelt 4 év. Be kell ismernünk, kényelmetlen, de be kell ismernünk, hogy az Európai Unió vezetői, az Európai Unió mostani struktúrái, azok képtelenek arra, hogy a migráció és a határvédelem ügyét megoldják.
És ha nem voltak képesek az elmúlt 4-5 évben, semmi okunk azt hinni, hogy holnap majd képesek lesznek. No, induljunk el ebből a nyitó gondolatból, hogy mi itt kitartunk, de ha nem jön egy nagy nyugat-európai ország, állam, akkor el fogunk bukni ebben a küzdelemben. Melyik lesz ez a nagy nyugat-európai ország? Én nekem csak az olaszok jutnak per pillanat eszembe, ki hogy látja. Kezdje Hudgeri. Ugye az olaszokról konkrétan szó is volt, ez egy nagyon izgalmas, már-már ilyen spirituális hangvételű beszéd volt a miniszterelnöktől, sokat beszélt a magyar néplélekről, és a vendéglátó végtelen szerénységével fogalmazta meg a gondolatait. Ez valóban egy elegáns felkérés volt arra, hogy gyertek velünk, nem akarjuk magunkat. Orbán Viktor egy európai formátumú politikusként ennek az egész mozgalomnak az élére állhatna, és a saját politikai sikerét kovácsolhatná belőle, de ő nem ezt szeretné, derült ki ebből a beszédből, hanem azt szeretné, hogyha egy erős blokk valóban összeállna és megmenteni Európát. És ami még nagyon szembetűnő volt, ugye ezt az egészen parádés vendéglistát itt 3 napon keresztül hallgatva, nézve, és külön elismerés a Matthias Corvinus kollégiumnak, hogy ezt összehozták, és mindenkit, aki segített, ez tényleg egy világpolitikai jelentőségű esemény volt, hogy ezek az emberek, akik itt felszólaltak, 10-15-20 évvel ezelőtt Európa vezetői, meghatározó gondolkodói voltak. Hogy milyen szerencsétlen a helyzet, hogy most, amikor ostromolják a várat, most vannak ilyen alkalmatlan, gyenge várkapitányok Európában. Ha 10-20 évvel ezelőtt érkezik a probléma, akkor nagy formátumú politikusok egy huszáros mozdulattal megvédték volna ezt a kontinenst. Szerintem a tartó sikert az alapozó meg, hogy az ember mértékletesen is megfelelő önismerettel fogadja a sikert. Egyszeri kiugrásra bárki képes, azt a szerencse is, meg a körülmények is összehozhatják, de tartósan sikeres az lehet, aki tudja a technikáját és érti a mélységében a siker okait. Pátkai Máté, hogy visszaugorjak még a meccsre, a mérkőzés után közvetlenül azt nyilatkozta, hogy nem jó dolog az Magyarországon, hogy a sikert túlértékeljük, és ugyanakkor a kudarcot pedig aláértékeljük, tehát teljesen összeomlunk. Hogy valahogy meg kellene húzni középen a határt. És Orbán Viktor Pátkai Mátéhoz hasonlóan, és csak azért mondom, mert két sikerkovácsról beszélünk a maguk területén, és ugyanúgy gondolkodnak, Orbán Viktor nem először hozza a szóba, hogy Magyarország méreténél, befolyásánál fogva nem alkalmas arra, hogy ennek a konzervatív európai forradalomnak a vezetője legyen. Tehát szerintem az, amit mondtál, Gergő, azt, hogy el is döntötte ezzel, ezért kell egy olyan nagy testvér, kell egy olyan pártfogó, kell egy olyan szövetséges, aki a visegrádi országok méreténél nagyobb mérettel, befolyással, erővel rendelkezik, és ugye Olaszország már szóba került, és maga miniszterelnök is megnevesítette, de valóban Olaszország az a megkerülhetetlen középhatalom, vagy talán még nagyobb hatalom is Európában, aminek a jó indulatára, jelenlegi politikai állás szerint még hosszú időn keresztül számíthatunk. Aztán, hogy ezen kívül hogy alakul Európa jövője, az rejti, de vaknak kellene lenni ahhoz, hogy ne vegyük észre. Egyetlen egy, az olasz-magyar közeles, egyetlen egy dolgot hadd mondjak nektek. Biztos olvastátok, hogy az Európai Unióban, Brüsszelben felháborodással fogadtak, hogy Olaszországba érkezett a kínai elnök, és 3 napig tárgyalt, és nagyon fontos gazdasági megállapodásokat kötöttek. Ez már jelzi azt, hogy Olaszország is egy másfajta útra kezd lépni, valóban nyit keletre, valóban keresi a saját helyét és szerepét, és nekünk magyaroknak ez jó ír. Heiko Maas idegrohamot is kapott a német külügyminiszter, rögtön üzent az olaszoknak, hogy most aztán dádá lesz, majd meglátják, hogy hogy jár az, aki a kínaiakkal külön üzleteket köt. Nekem egy érdekes történelmi párhuzamként ködlött fel az amerikai polgárháború szituációja, vagyis az, hogy hiszen tudjuk, hogy elmondta Orbán Viktor miniszterünk, hogy itt birodalom készül az Európai Egyesült Államok. Az amerikai polgárháborút alapvetően az okozta, hogy az unionisták az unióból kiváltak azok az országok, amik a szabad és okos országok egyenrangú szövetségét, egy konfederációt akartak. És ezzel szemben elsőnök gazdasági jogból, de ezt befették a rabszolgatartás című kicsit azért szélhámosan kezelt történettel, gyakorlatilag az Észak leggázolta a délt, és megakadályozta, hogy önálló egyenrangú félként a maguk állam szövetségébe éljenek.
A párhuzam részben fennáll, részben pedig szerencsére pont az ellenkezője van. Tehát ma is érzékelhető egy törekvés, hogy az Európai Unióból, ami e percben konföderáció, egyenrangú országok szövetsége, föderációt, tehát szövetségi államot, Európai Egyesült Államokat csináljanak. És ebben a kontextusban az, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy ehhez kevesen vagyunk, kell még egy erős állam, hogy ennek a nyomásnak ellen tudjunk állni, ez nagyon tiszta és világos beszéd. Tehát a konföderációsok, a szuverenisták, akik a szabad nemzetek útját akarják járni, kell, hogy erősebbek legyenek. Két dolog szól mellettük, ami miatt nem kell félnünk a szörnyű végtől, mert a déli államokat legázolta Észak, és lett belőle egy világállam. Az pedig az, hogy egyrészt a déli államoknak nem volt olyan kialakult koherens nemzettudatuk, mint ma Európában. Tehát nem ezer éves nemzetekről beszélünk, hanem olyan újsütető államocskákról, Kalifornia, Arkansas, Texas és így tovább, amelyek azelőtt még más attitűdben voltak. Tehát nem volt meg az a hatalmas erő, amire a nemzettudat képes, amit mi ezer év alatt sokszor megtapasztaltuk, hogy minden túl lehet élni, és a nemzet mégis megmarad. A másik, hogy igaz, hogy a nyugat, mert most nem észak-dél, hanem kelet és nyugat áll szemben, vagy nyugat és délnyugat áll egymással szemben. Igaz, hogy a nyugat nagyon erős, erősebb gazdaságilag, de az a furcsaság jött létre, hogy egy fordított háború zajlik, mert a nyugat intenzíven pusztítja saját magát a migránsok importálásával, vagyis fokról fokra gyöngíti magát. Tehát aki túlél, az győzni fog. Tehát azért vagyok optimista ebben az ellentét párban, mert úgy látom, hogy egyrészt Orbán Viktor úgy döntött, hogy a tiszta beszéd ideje eljött. Tehát világosan ki kell mondani, hogy ők mit akarnak, és mi mit akarunk. Valóban az unió és a konfederáció között dúl a harc, és az uniót a migránsok segítségével, a nemzetállamok lebutításával akarják megvalósítani. És azt is jól látja a miniszterelnök, hogy ebben az olaszok a legbiztat, ugyanis nem germánok és nem szlávok. Ezt azért ne felejtsük el, hogy ez a birodalom egy frank-germán tengelyen akarna létrejönni. Tehát nem mellékes az a tény, hogy egy latin identitással, vagy a magyarok identitásával ezzel szembe lehet fordulni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a konferencia nem csak arról szólt, hogy egy kampányrendezvény, hogy üzenjük Európának, hogy a migráns kérdés fontos, hanem ilyen értelemben valóban egy zászlóbontás volt. Még egy kontrasztot, hát engedjetek meg, hogy az, hogy idejön Sárközi, a volt francia elnök, és hosszan méltatja a magyarokat, azt mondja, hogy Magyarország egy büszke ezer éves ország, amely a történelemben sokszor példát mutatott, és így tovább. Miközben a jelenleg regnáló francia elnök megengedte magának azt a pofátlanságot, hogy elrántotta a kezét ugye Orbán Viktor készfogásától, és akkor még zárójelben hozzátenném, hogy Orbán Viktor ugye volt olyan elegáns, itt beszéltünk is róla egy hete, amikor Macron bemutatta, vagy ezt a zavaros Európa jövőjéről szóló levelét megírta, arra Orbán nem azt mondta, hogy ez egy szerencsétlen ripacs, hanem azt mondta, hogy hát ha Macron úr valóban erős Európát akar, akkor ehhez csak drukkolni és gratulálni tudunk. Úgyhogy a minőségbeli különbséget Európa volt vezetői, meg mai vezetői között csak ez a két ember, ennek a kettő embernek a viselkedése közti különbség egyértelműen bemutatja. No, ezzel szoros összefüggésben váltsunk már néhány szót arról is, ami az elmúlt hét ugye nem is tudom, hogy fogalmazzak, a ballosok és a Lipsik számára legjobban várt eseménye volt, ugye a Néppárt versus Fidesz, mi fog történni, és aztán történt, ami történt. Ugye, nyilván az lenne a legegyszerűbb, ha azt mondhatnám, hogy én ebben nagyon kétlelkű vagyok, hiszen talán én voltam a legelső itt ezen a térfélen, aki meg is írtam, hogy szerintem ezt az egész társaságot ott kéne hagynunk a búbánatos francba, semmi keresni valónk nincs közöttük, és én számítottam is rá. Amúgy, ahogy utólag megtudtuk az eseményekből, Orbán Viktor kezében ott volt a kilépési nyilatkozat, és kb. 5 percen múlt, hogy nem azt olvasta fel, hanem helyette, ugye ő
amúgy az egykori osztrák kancellár Schüssel mintájára azt mondta, hogy jó, akkor most felfüggesztjük mi saját magunkat, ha ezt megszavazzátok, akkor májusig úgysem fog történni semmi. Magyarul a magyar miniszterelnök időt nyert, és nyilván májusban az európai parlamenti választások után az erőviszonyok ismeretében nyugodtan lehet majd dönteni, hogy maradunk vagy megyünk. Remélem megyünk, de ez az én véleményem. No. Én szerintem nagyon fontos, de tagadhatatlan részletkérdésről szeretnék beszélni. A Demokrata új számában megnéztük, hogy annak idén az a háromtagú bölcsek tanácsa Ausztriát hogy vizsgálta, akkor ugye az Európai, jól viszont a bizottság küldte ki, tehát nem néppárti vizsgálat volt, és hogy mire számíthatunk mi magyarok, azt pontosan jelzi ez a most már lassan 20 évvel ezelőtti vizsgálat, hiszen akkor, amikor még nem volt migránskrízis, az akkori háromtagú bölcsek tanácsa, amely akkor is jogász professzorokból, kevés ismert politikusokból állt, Ausztriába megérkezett, és civil szervezetekkel és NGO-kkal tanácskozott az osztrák kormány helyzetéről. Tehát azt hiszem, hogy fogalmat tudunk alkotni arról, hogy a mi bölcsek tanács, a minket vizsgáló bölcsek tanácsa kiktől fog tájékozódni a magyarországi demokrácia deficitet illetően. Azon kívül az is érdekes volt, hogy megnéztük, hogy annak idején migránskrízis nem volt, de már akkor is a különböző kisebbségek, szexuális, etnikai kisebbségek, a bevándorlók helyzete. Nekem volt a vizsgálat, és a xenofóbia, és a rasszizmus ellen. Meg az antiszemitizmus, akkor még az antiszemitizmus volt a fő síp. Igen, igen. Hajderrel is ez volt a baj, hát apukám. Akkoriban a magyar most az háttérbe szorul. Úgyhogy ezt csak azért meséltem, ezt a fontos részletkörményt, mert olyan nagy illúzió, hogy ne legyenek a bölcsek tanácsával kapcsolatban. Tehát ők valahogy olyanok, hogy megérkeznek Budapestre, egyszerre 8 úton indulhatnának el, de a végén mindig az Amnesty International várja őket, úgyhogy kevéssé valószínű, hogy máshonnan szerzik az információt. Viszont a Orbán Viktornak volt egy zseniális mondat erről ott a sajtótájékoztató, amikor azt mondta, hogy 20 éves Schüsselt vizsgálták, most ő vizsgál, 20 év múlva valószínűleg én fogom vizsgálni. A skandináv ország. Nem tértek el a keresztény demokrata. András? Van egy ilyen élettapasztalat, hogyha az életedben eljön egy válságos időszak, és lehetséges, hogy váltanod kell, el kell hagynod azt a helyet, ahol vagy, és máshová kell menned, akkor ha lehetséges, győztesként kell levonulni a pályáról, és nem vesztesként. Ez azért fontos, mert ha vesztesként vonulsz le, akkor viszed a sebeidet magaddal az új életedbe. Ha győztesként vonulsz le, akkor pedig azt mondod, hogy elértem, amit el akartam, de most úgy döntök, hogy másképp folytatom. Ez a ti bajotok, hogy elmegyek. És én azt látom, hogy ebben aratott diadalt a Fidesz és Orbán Viktor személyesen, hogy nyilvánvalóan azt akarták a többiek, hogy a Fidesz zárjuk ki, vonuljon ki, essen ki, valahogy alakuljon úgy a dolog, hogy muszáj legyen neki elmennie. Nagy csapás nem lett volna, mert tudjuk, hogy elképesztő erővel jön fel a mondjuk így patrióta, szuverenista politikai erő egész Európába, de egyetértek Orbán Viktorra, hogy ez így volt elegáns. Magunkat korlátoztuk, adtunk lehetőséget három bölcsnek, hogy ha akarnak, szemtelenkednek, ha akarnak, jóindulatúak, legyünk őszinték a választások után, a jelentésük a világon semmit nem fog érni, és senkit nem fog érdekelni. Az, hogy két hónapig a Fidesz nem vesz részt a néppárt életébe, erre mondja a bölcs francia, hogy zákson. Most akkor mi van? Kit érdekel? Hát nem kampány van, semmit nem jelent, hogy egy ilyen pártag gyűlésen ott most mivel egyedne. Amúgy egyébként a KDNP ott is van, és tudja a Fidesz érdemben képvisel. Majd a Hölvényi Gyuri beleszól. Szóval szerintem ez egy jelentős morális diadal, aminek nem csak az a része fontos, hogy emelt fővel készülhetünk az új periódusra, az új ciklusra, hanem az is, hogy ezzel Orbán Viktor értésére adta Európának, hogy bátorsággal, intelligenciával, okos taktikával lehet győzni. Tehát ülnek a kicsit beszari nyugat-európai politikusok, mert vannak ilyenek, ne titkoljuk, és nézik, hogy ezt hogy csinálták az Orbánék. De jó lenne, ha én is ilyen bátor volnék. És még lehet, hogy föl is bátorodnak. Egyébként csak megint egy mellékszál, de annyira jellemző. Pont a múlt heti néppárti ügyek kapcsán a CDF-en, a német tévén, ott van valami ilyen
viccesnek szánt esti műsor, ahol az volt a fő vicc, hogy Orbán, csináltak egy ilyen fotomontást, mint hogyha Orbán levizelni az unió zászlót, és egy ilyen kis fej, gondolom ő volt a műsorvezető, ott ilyen a lehető legelképesztőbb kioktató hangnemben arról értekezett, hogy jó lenne, hogyha Orbán tudomásul venni, hogy a nyugat pénze nélkül ő itten nem menne semmire. E helyről üzenjük Garcnak, hogy két dolgot üzenünk. Egy, az, hogy a német ipar itt van a rendszerváltás óta, és az, hogy az összes nyugati multi ide ingyen és bérmentve berontott a 40 év kommunizmus után tönkretett, gyenge, tökéletesen versenyképtelen magyar piacra, és idestova 30 éve innen zsákba hordják ki a milliárdokat számolatlanul, ez minimum ellent, ez a tény, ez minimum ellentétben áll azzal a, egyébként az ilyen nyugati hülyék számára, ilyen közkeletű felfogással, hogy ők támogatnak minket. Másrészt kb. Egy éves, ugye az a német, ha jól emlékszem, gazdasági miniszter által tett nyilatkozat, amelyben azt mondta illetékes német elvtárs, hogy 10 euróból, ami a kohéziós támogatások révén idejön Magyarországra, abból 9 visszakerül Németországba. Úgyhogy kicsi hülyém, pofádat befogod, gondolkodsz. Ez lenne a jó tanács. Jellemző amúgy a kicsinyességükre, hogy Dohlnak meg Webernek, ugye utólag azt kellett hazudnia, hogy ők függesztették fel a Fideszt. Igen. Persze. Miközben teljesen feketén-fehéren ott benne van a szövegben, angolul-magyarul, hogy a Fidesz kérte a saját felfüggesztését. Egyébként ez nem egy sikertörténet, ez az egész felfüggesztősdi. Ugye a sikertörténet az lett volna, hogyha a néppárt nagyobbik része észhez tér, és egy patrióta konzervatív politikával száll bele az európai választások kampányába. Nem ez történt, ők kivárnak, két kulacsos politikát játszanak, bujdokolnak a saját választóik elől, és megpróbálják ezt a pár hónapot kibekkelni, nagyobb arc és népszerűségvesztés nélkül, és aztán majd úgy okoskodnak szerintem, hogy meglátják az eredményt, hogy szükségük van-e a liberálisok és zöldek szavazataira, és annak függvényében eldöntik, hogy akkor feloldódnak-e végleg, mint Angela Merkel a migráns áradatban, vagy hajlandóak korrigálni a politikát. Azon érdemes elgondolkodni mindannyiunknak, és amikor azt mondod, hogy a néppárton belül az lett volna teljes sikra, hogyha ők észhez térnek, hogy azért az előző néppárti csúcsjelölt, akit mellesleg Magyarország nem támogatott, az egy bizonyos Juncker úr. Tehát, hogyha Juncker volt a legjobb néppárti politikus arra posztra, Európa első emberének a posztjára, mire jelölték, el lehet képzelni, hogy a többi holland, svéd, finn néppárti, aki lemaradt erről a hajóról, az milyen képességekkel rendelkezett, és miben különbözött tételesen attól az embertől, aki reggel 5:30-kor már vodkával indítja a nap. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Juncker személye, Juncker lénye mutatja meg az európai néppártnak azt a másik arcát, amelytől szerintem minden jó érzésű ember szűkölve menekülne, ha tehetné, csak ugye a helyzet bonyolultsága miatt egyelőre ott van. Hát ahogy Bálint Botond kollégám fogalmazta meg, megint egy helyzet, amiből Orbán Viktor kihozta a legtöbbet. Én még azt is hozzátenném, hogy ha a másik oldalról az összemszögükből nézzük a dolgot, akkor azt látjuk, hiszen a felfüggesztés, mondom, 2 hónapról szól, hát érdektelen, súlytalan. A cél nyilván az volt, hogy a Fidesz ki kell zárni, ki kell rakni a néppártból. Ez lett volna az autodafé célja. Erre a teljes arzenált felvonultatták, még Soros György fia is megjelent, hogy majd tunkoljon egy kicsit nyilván a vérből. És pofára estek. Nem tudták megcsinálni. Tehát egész egyszerűen ezzel a hatalmas energiával képtelenek voltak ezt a dolgot elérni. A Fidesz maradt, sőt, övé az erkölcsi diadal, mert a saját magát korlátozta, és fölajánlotta, hogy 3 okos ember legyen olyan kedves, és nézze meg, hogy Magyarországon lehet-e szabadon beszélni. Ez roppantú izgulok, hogy mi lesz ennek az eredménye, ismerve ugye az ellenfeleinket. Teljes kudarc, teljes vereség, tehát hiszen nem Orbán támadott, neki az volt a dolga, hogy védje a pozíciót, és meg is védte. Ők támadtak, és ez az ostrom
Ez elbukott. Tehát Nyugat-Európa megbukott ebben a küzdelemben. Csak még egy, ezt muszáj idehoznom, mert csodálatos. Ugyebár, nem tudom már ki, de készítettek egy közvéleménykutatást, amelyben az jött ki, hogy a magyarok elsőprő többsége szerint igazságtalan, ahogy a néppárt a Fidesz-szel szemben. Publikus intézet. Még nem is jobboldali csoport. Publikus. Kijött ez az eredmény. És megérkezett az Indextől Dezső András kollega, a fékezhetetlen agyvelejű, és feloldotta a gordiusi csomót, és aztán ez az egész ballipsi sajtóban diadalmenetbe végig is szaladt. Következőt mondta. Hát az igaz ugyan, hogy a magyarok döntő többsége szerint ez az egész dolog igazságtalan és méltánytalan, de ha kivonjuk ebből a közvéleménykutatásból a fideszes szavazókat, akkor viszont már is megváltozik az eredmény. És ez tényleg zseniális, mert ezt tovább lehet fejleszteni. Tehát mondjuk a következő országgyűlési választásokon győzünk kétharmaddal, de a dezsői megoldás szerint kivonjuk a szavazás eredményéből a fideszes voksokat, és már is az ellenzék győzött gyereket. Egyébként ez határtalan. Azt hiszed, hogy kitaláltál valamit, de nem. Hát a Klubrádióban van az a műsor, ahol csütörtök esténként arról beszélnek, hogy hogyan lehet majd helyreállítani a demokráciát, az orbáni rémdiktatúra után, és ott már elhangzott, hogy ugye a Fidesz a jogállam és az emberek ellen olyan bűnöket követett el, hogy az nem kérdés, hogy ők a következő választáson nem indulhatnak. És ezt kik mondják? Ezt hát egymás kezébe adják a kirincset. Ki mondja a neveket? Kezdve Ági néni ott szokott ülni. Ugye kicsit alább hagytak így a győzelem után, már kevésbé lelkesek ebben a műsorban, de nagyon körülleges szociológusok, előkerülnek az SZDSZ legkiválóbb megmondó emberei. Istenem. Ez egy ilyen underground műsor. De szeretnék egyszer mindegyiknek egy nagy puszit adni. Egyébként gyakran elhangzik a neve a Klubrádióban, de az előző ügyet illeti, hogy a Dezső András kollégának ez a páratlan asszociációja, hogy tudnék, mondjuk ki, hogy a fideszesek nélkül azért többségben lennénk. Ez Grigori Zinovjevet idézi nekem, aki 1918-ban hasonló frappás módon fogalmazta meg Szovjet-Oroszország népeinek az ő maga ajánlatát. Zinovjev, aki aztán később egy történelmi baleset folytán Sztálin hóhérai esett el. Kamenyevvel egy tarkunlövés formájában nem sikerült a nagy álmot abszolválnia. Tehát Zinovjev azt mondta, hogy ami Szovjet-Oroszország 100 millió lakosát illeti, ebből 10 milliót magunkkal kell vinnünk, a többieknek nincs mit mondanunk, meg fogjuk őket semmisíteni. Tehát szerintem ez nagyon jó gondolat, amit Dezső András mondott, hogy először ugye kirekesztjük a választójogukat, elveszük a választójogukat, ha jól értem, a fideszesek, ők nincsenek, ők ilyen B-kategóriások, és majd, hogyha fordul a kocka, akár mint 1951-ben, lehet más típusú dolgokban is gondolkodni. Nem akarnám Dezső Andrást népírtása vádolni, hogy félreesés ne esik, de ugye szintiszta bolsevik logika, abban egészen biztos vagyok, meg közülünk, egyetlen egy ember nem mondaná, hogy Dezső András ne válaszol szabadon, és hogy Dezső András statisztikai értelemben ne ugyanúgy egyet jelentene, mint közülünk bárki. De ennek ellenére azért azt most is szögezzük le, hogy ők a demokraták, és mi vagyunk a büdös fasiszták. Tehát azért ez legyen az alap. Erről hallottál valamit a Klubrádióban? Nem mondtak valamit rólunk? A Klubrádióként egyre agresszívabb. Most már Bolgár Gyuri bácsi beszél úgy, mint korábban az igazi komcsik. Miket nem mondasz? A Bolgár Gyuri bácsi? Bolgár Gyuri bácsi radikalizálódott. Vagy még jobban hűl. Ami egyébként nehéz, mert egy nagyon magas szintről kell még tovább lépni a hülyeség. Azért tegyük hozzá, a Klubrádiónál, amikor én nagyon ritkán meghallgattam Bolgár György betelefonálós műsorát, akkor az a műsor, úgy emlékszem, úgy nézett ki, hogy valaki azt mondta, hogy kérem szépen Bolgár úr, most már megmondom, mi van ezzel az Orbán Viktorral, hogy gyakran sípolni. Én megmondom, és akkor Bolgár György, hát azért ne tessék ilyet mondani, azért ez egy kicsit erős. Na de mit akart még mondani? Hát, igazából a műsor finom tuningolása az ösztönös vágyaknak, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. No. Én ellenállok a kísértésnek, bár nagyon tetszik, de nem hallgatom továbbra sem a Klubrádiót. Gyerekek, viszont egy sokkal, nem sokkal, egy iszonyatos dologról is ejtsünk már azért pár szót. Szintén az elmúlt hét rettenete. Olaszországban egy szenegáli származású migráns, aki buszvezetőként dolgozott,
Hát csak úgy döntött, egy remek ötlettől vezérelve, hogy a mögötte ülő 52 kisiskolás olasz gyerekre rágyújtja a buszt. Kvázi bosszú képpen az új-zélandi mészárlásért. Migrációról ez. És természetesen egy tripla csavarral az Index is sikeresen eljutott oda, hogy mindezért Salvini a felelős. Hát ki már? Mert ugye a sofőr, a szenegáli sofőr, akinek nagyon furcsa kétbetűs neve van, valószínűleg ennyit tud leírni a nevéből, száj, vagy szív, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni. Ő ugye a másik, amire nagyon haragudott, az a Salvini által be nem engedett migránsok megfulladása a földközi tengeren, bár ugye nem Salvini dobta őket és csalta őket Európába, és dobta őket a tengerbe. És ugye azt is mondta az olasz belügyminiszter, hogy válaszokat akarok, egy ilyen ember ilyen előérettel hogyan vezethetett gyerekeket szállító buszt. Ugye? Ez egy eléggé helyén való kérdésnek tűnik. Egy ilyen ember hogy vezetheted buszt? Én ebben az a kérdés merül fel, amikor ezt hallom, hogy ugye a 20. században Európában is voltak terrorszervezetek, és a jobboldali, baloldali, nemzeti alapú, ideológiai alapú terrorszervezetek valahol az elemi illendőség határain belül küzdöttek. Ez bármilyen furcsa, amit mondok. Az ír köztársasági hadsereg, kivéve az utolsó szakaszt, amikor az omai robbantás az egyik szakadász szervezete már civileket robbantott fel, például rendszeresen felhívta a Dublin Rádió megfelelő munkatársát, hogy ürítsék ki a helyiséget, vagy a helyszínt, ahol robbant egy autóbomba. A Baszk ETA pontosan ugyanilyen módon politikailag preferált, valamiféle logika alapján elrendezhető célrendszerben gondolkodott, és még a vörös brigádok és a többiek is gyárost raboltak el. Tehát volt valami rendszere annak, valami belső démoni logikája, amit tettek. Nekem az a rémisztő ebben a hírben, hogy és ezt a kérdést kellene feltenni azoknak, akik azt mondják, hogy hát ennek semmi jelentőség nincs, hogy szenegáli sofőr volt, hogy előfordult valamikor az, hogy egy olasz sofőr olasz gyerekeket szállítva, egy német sofőr német gyerekeket szállítva, azért mert újfullandó mondjuk, nem tudom, kedvezőtlen politikai fordulat történt, vagy mondjuk az Iránban elzavarták a sakot és megjött Khomeini, tehát hogy valami külföldi célrendszer alapján bosszút állt volna gyerekeken, civileken, ártatlanokon. Az erőszaknak egy olyan minősége jelent meg Európában, ami az európai embertől, az európai szellemtől merőben idegen. Ez valami olyan gyilkos civilizáció, amit a Függetlenség napja című film jut az ember eszébe, ami szerintem elég rossz film, de arra megfelelőképpen jó, hogy amikor egy ismeretlen gonosz ereszkedik a mi bolygónkra, a mi területenkre, és először meg kell fejtenünk, meg kell értenünk a természetét, hogy tudjunk ellene harcolni. Ez a szenegáli ember ennek a fajta gonosz civilizációnak a előhírnöke. Nem azt jelenti, hogy az iszlám kultúrkör is, Szenegál, Kamerun, bármi afrikai ország, vagy az iszlám kultúrkörrel bármi különösebb probléma lenne, de egy biztos, ilyet európai emberek nem tesznek. És mondom, régen az illendőség határain belül működtek a dolgok, ma régen túléptük a saját árnyékot. Nagyon fontos dolgokat mondott ezen a mostani budapesti konferencián, sajnos a nevét nem tudom felidézni magamban, de ez az arab ember, aki Hamas alapító tag volt, majd Mossad ügynök lett, és most az Egyesült Államokban. Ő fogalmazott valahogy úgy, hogy ezek semmi szépséget nem találnak a földi életben, csak a gyűlölet, a félelmükből eredő gyűlölet az, ami mozgatja őket, és éppen ebből következően tökéletesen alkalmatlanok arra, hogy bármilyen módon, bármilyen társadalomba integrálódjanak. Hát, és igen, végre valaki ezt is kimondta. És csak még egy dolog, mert ugye épp elég parazsat gyűjtöttem a fejemre már az új-zélandi iszonyat kapcsán írt cikkemmel. Természetesen minden normális ember számára egyértelmű, hogy semmivel sem magyarázható ennek az ausztrál idiótának, ennek a baromnak a tette. De hogyha egyébként nem számít, mondják itt Lipsiék, hogy a szenegáli volt, akkor miért hallgatjuk két hete, hogy ez egy keresztény volt? Mert az számít, hogy ő keresztény fehér ember volt? Itt csak még egy apróság. Megtörténik ez a borzalom Új-Zélandon. Emlékeztek? Cikkek,
tucatjai, ha nem százai a világ sajtóban. Ilyen írásokkal, hogy az egyik megölt muszlim kislánynak a bátyja nyilatkozik, hogy milyen gyönyörű mosolya volt az ő húgának, ami nyilván egy iszonyatos tragédia. Csak hagyd kérdezzem meg a kötelező tisztelettel, olvastatok egyetlen egy cikket, mondjuk arról, hogy a Bataclani stadionban, Párizsban lemészáról gyerekek közül valakinek milyen szép volt a mosolya? Ott senkinek nem volt szép a mosolya? Ugye? Ugye milyen fura? Hogy van a dolog tálalva? Igen, és ugye találtak egy egyiptomi hátterű gyereket erről a buszról, aki volt olyan bátor, hogy ő értesítette a rendőrséget, és így sikerült az utolsó pillanatban, amikor már lángolt a busz, ugye ezt a támadót ártalmatlannál tenni. Ezzel van tele az egész lipsi sajtó. Arról senki nem beszél, hogy egyébként ki, gondolom a Renzi kormány, vagy valamelyik túlérzékeny barmok gyülekezete engedte ezt a szenegáli fickót, és adott neki olyan képzést és olyan lehetőséget, hogy mindjárt egy iskola buszba beüljön, és talán itt, nem tudom, hogy külön téma lesz-e vagy nem, de hát, hogy mégiscsak elfogtak itt az iszlám állam egy harcosát. Már is csak bocsáss meg, ne feled szavad, csak a kedves kollégáim kiírták nekem, Mossab Hassan Youssef, ez a Hamas alapító, későbbi Mossad ügynök, érdemes a nevét megjegyezni és megköszönni neki, hogy ezt kimondta. Igen, bocsáss meg, Gergely. Ugye elfogták ezt az F. Hassant, a tekkesek egy bravúros rajtaütésre. Ez egy másik Hassan. Na, igen, igen. És hogy kerül ide ez az ember? Csak ezt a mondatot, aztán nem dumálok tovább. Tehát, hogy Hassant egyébként tavaly decemberben egyszer már őrizetbe vették a Liszt-Ferenc repülőtéren, érvényes Görögországban kiállított, menekült úti okmánnyal érkezett Budapestre, csak az volt a gond, hogy a vele utazó nőnek nem voltak rendben a papírjai, akkor embercsempészés miatt eljárást indítottak ellene, kitoloncolásáig a nyírbátori központban helyezték el, ott vette ismét őrizetben a TEK, ugye miután egy védett tanú arra vallott, hogy ez az iszlám államnak egy gyilkos terroristája. Na most képzeljük el, hogyha nem Orbán Viktor van kormányon, akkor ez az ember, ez a Hassan, ez már réges-rég szabadlábon lenne, mert gondolom azzal az érvényes papírkájával utazhatott volna keresztül kasul Európában, amit a görögök valahogyan kiállítottak neki. És akkor még hány ISIS harcosnak van ilyen görögök által egész Európában érvényes úti okmánya? Az alapkérdés az ez lenne, hogy mi, hogy jut oda az Európai Unió, a világ, a földgolyó egyik legfejlettebb régiója, hogy tömeggyilkosoknak odaad érvényes úti okmányokat. Tényleg, mintha nem lennénk normálisak. Nem mi, ők. Mit csinálnak a görög hivatalnokok? Mit csinál a görög titkosszolgálat? Ezen a konferencián volt egy amerikai előadó, akivel aztán később interjúztak, és ő azt mondta, hogy az Egyesült Államok tapasztalata az, hogy a kitoloncolás intézménye nem működik. Tehát azok, akiket elkapnak napjában több száz, akár több ezer embert, ki tudja hányat, nem tudják visszatoloncolni őket, nem tudnak érvényt szerezni a jognak, és Európában is ez a helyzet. Tehát rendben van, hogy van toloncegyezmény, és rendben van, hogy a nemzetközi jog szabályozza ezt a kérdést, de miért gondoljuk azt, hogy akit visszatoloncolunk, vagy visszatoloncolnánk, az nem kísérli meg újra. Tehát az egész egy önmagát bekerítő történet. Nagyon nehéz erre a megoldás, azt hiszem. Ha szabad, még vitat érnék ehhez a busz történethez, mert van itt még egy érdekes momentum, az arab kisfiú, egyiptomi arab kisfiú, aki egyedül nem adta le a mobiltelefonját, eldugta, azt hazudta, hogy azt füllentette, hogy nála nincs is, és ezzel a telefonot tudta riasztani a szüleit, illetve azok később a rendőrséget. Szinte jelkép eleje van annak, hogy van egy afrikai néger sofőr, aki koboly például felháborodik, azért, mert mások belefulladnak a tengerbe, és ez úgy találja helyesnek ezt megbosszulni, hogy 51 gyereket magával visz a halálba. De én abban is látok jelképet, hogy a buszon ülő gyerekek egy kivétele, a szintén egy migráns hátterű kisfiú, aki szintén szembe mer fordulni a kötelező európai játékszavai, és az európai ember nincs berendezkedve az extrém helyzetre. Tehát ez most ad le egy kisfiam a telefont, akkor leadja a sofőr bácsinak, mert addig mondta, hogy adjam le. Ez a kisfiú, aki valószínűleg átélt már konfliktusokat a vándorlásuk során, mert ezek friss bevándorlók voltak, ez a kisfiúban volt annyi bátorság, hogy megtartotta ezt az eszközt, és így mentette meg a maga és a társai életét. Európa gyönge.
az európai ember gyönge és védtelen. Én ezt sokkal nagyobb veszélynek tartom. Én ezt tartom a legnagyobb veszélynek. Az, hogy itt kovályognak profi terroristák, az teljesen evidens. Ez a sofőr nem volt profi terrorista, meg tudott volna ölni 51 gyereket, ha nincs még egy bátor kisfiú a buszon, aki szembe mehet fordulni a renddel. Ebből nem azt vonom le, hogy a rend, de szembe kell fordulni, hanem azt mondom, hogy nekünk, európai embereknek majd egyszer el kell azon gondolkodni, hogy van-e bennünk bátorság védekezni, ha majd esetleg bennünket támadnak meg szabálytalanul. Ugye, visszatérve, meg úgyis közeledik a műsor vége, visszatérve a konferenciára, ugye egyrészt Frank Füredinek jegyeztem még meg a mondandójából sokat, ugye azt mondta, hogy egészen elképesztő, és 1000 éves, vagy 2000 éves európai kultúrával és civilizációval szembe menően most a határt, mint olyat megpróbálják valami negatív dolognak beállítani. NGO, civil szerve, ők. És azt mondja Frank Füredi, hogy nem csak arról van szó ráadásul, hogy az effektív létező ország határokra ütik most rá a billogot, hogy ez valami szörnyű negatívum, amin fölül kell emelkedni, hanem minden szimbolikus határra. A hierarchikus függésrendszerekre, a családon belüli határokra, mit szabad egy gyereknek, hogyan lehet viszonyulni egy szülőhöz, az iskolában, a tanárhoz, mindazok a szimbolikus határok. És ahogy ő fogalmaz, ezeket mind megtámadják, megpróbálják semmissé tenni, és ezáltal felszámolni a nemzeti létünk kereteit, a családi életünk kereteit, és ahogy Frank Füredi fogalmazta, mindazon kereteket, amelyek egyébként emberré tesznek bennünket. Hát, és az a rettenetesen szomorú igazság, hogy tényleg erről van szó. Tényleg erről van szó. És hogyha ezt hozzátesszük, záró mondatképpen, hogy most múlt hét pénteken talán a németországi bevándorlásügyi hivatal vezetője oda merészelt nyilatkozni, nem fog csodálkozni, amíg a héten leváltják, hosszú interjút adott, és kimerte mondani, hogy kezelhetetlen. Túl sokan jönnek, nem tudnak integrálódni, a német társadalom nem tud ezzel mit kezdeni. Egy német főhivatalnok is kimondta, ami azért mégiscsak reményt ad arra, hogy hát, ha egyszer a agymosott szerencsétlen németek is magukhoz térnek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten természetesen a szokott időben találkozunk. Addig is minden jót, viszontlátásra!